Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, köszöntöm a fellépő csoportok tagjait és az együttes vezetőket a 6. alkalommal megrendezett Balatonszárszói Néptánc találkozón. Rendezvényünkre a házigazda Balatonszárszón kívül Somogy vármegye 4 településéről, Siófokról, Lengyel-Tótiból, Kőröshegyről és Kaposvárról érkeztek az együttesek, valamint egy-egy csoport Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékből. Köszönjük az együtteseknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Felkérem Fekete János urat, Balatonszárszó polgármesterét, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Balatonszárszói Néptánc találkozón. Köszöntöm vendégfellépőinket, a Siófoki Balaton Tánc Együttest, a Szanyi Bokréta Néptánc Együttesét, Kőröshegyi Borkut Tánc Együttest, a Lengyel-Tolti Ördöngös Tánc Együttest, a Répcelaki Ümmögő Tánc Együttest, és a Somogyi Zenekarát, és a községünk képviseletében fellépő Szászó Néptánc Együttest. Örömmel tölt el, hogy ilyen szép száma gyűjtünk össze a mai rendezvényen. A tánc minden ismert kultúrának részét képezi. Fontos szerepe van érzéseink megélésében és kifejezésében. A tánc nem pusztán lépések sora meghatározott ritmusban. A tánc művészet és szépség. Önkifejezés, társaságidőtöltés és kellemes sport. Jó kikapcsolódás, baráti közössége különleges szintere. Tudják ezt jól a mai este fellépői mindannyian, hiszen nem véletlenül léptek a tánc egyesületek tagjának sorába. Az imént említeken túl a néptánc a nemzeti hagyományozás egyik eszköze. Sebő Ferenc népzenekutató sorai vagyítom meg a mai rendezvényünket. A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyományai csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Ennek szellemében kívánok minden fellépőnek és nézőnek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást. Elsőként a több mint 40 éves múlttal rendelkező hazai Szárszó Néptánc Együttes lép színpadra. A Balatonszárszó Nagyközség önkormányzata fenntartásában működik, tagja a Somogy Megyei Néptánc Szövetségnek. A tagság egy része az együttest megalapító szenior korosztályhoz tartozik, de táncolnak benne 20 és 30 évesek is, a Balaton régió 6-7 településéről járnak próbákra. Nagy érdemük, hogy az ő működésük inspirálta és indította el Somogy megyében a szenior néptánc együttesek megalakulását. A sok-sok hazai fellépésen kívül bemutatkozhattak több alkalommal külföldön is. Büszkeséggel tölti el a csoport tagjait, hogy több alkalommal kaptak felkérést a Somogy Megyei Néptánc antrológiára, ahol Somogy megye legjobb néptánc csoportjaival együtt léphettek színpadra. Művészeti vezetőjük Lejt Károly, aki maga is táncol a produkciókban. A Somogy Megyei Néptánc Szövetség Vida József vándordíjjal ismerte el több évtizedes tevékenységét
a néptánc mozgalomban. Állandó koreográfusuk Pap Károly és Szigeti Angéla. Elsőként az erdélyi mezőség tájegységben honos magyar palatkai táncokat táncolnak. Kísér a találkozó zenekara a Somogy zenekar. Következő vendégünk a Vas vármegyei Répcerakról érkezett. Az Ümmögő táncegyüttes tagjai a Győr-Moson-Sopron vármegyében elterülő Szigetközből származó táncokból adnak elő ízelítőt, a koreográfiát
Hámori Balázs, a Sárvári Néptánckör vezetője tanította. Az együttes 1994-ben alakult. Nem vállalkoztak másra, mint arra a nemes feladatra, hogy a magyar népzene és a néptánc megismerésével és közreadásával örömet szerezzenek önmaguknak és másoknak. Teszik ezt immár 29 esztendeje, közben a közösség folyamatosan változott, formálódott, jöttek-mentek a tagok, a gyerekek is felnőttek. Répcelakról és a környékbeli településekről is vannak tagjai. Nincs köztük tanár, koreográfus, viszont van lelkesedés, talán úgy, ahogy régen a fiatalok a táncos alkalmakon szerető családtagok és barátok segítségével tanulták a táncokat és dalokat. Az együttes tagjai tanulók és dolgozók, és a tőlük telhető legautentikusabb módon próbálják visszaidézni azt a világot, amelyben valaha eleink éltek és vigadtak. Jelenleg 5 pár alkotja az együttest. Az együttes vezetői, akik egyben lelkes táncosok is, Gömböc Róbert és Baranyai Tibor. Thank you.
Thank you.
A Borkút néptánc együttes a szomszédos Göröshegyről érkezett. Tavaly ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. Azóta vesz részt Sovogy vármegye néptáncos életében. Már többször kaptak szívélyes meghívást Balatonszászóra, amit szívesen vállalnak, mert elmondásuk szerint nagyszerű színpadi feltételek, élő népzenekari kíséret és lelkes közönség előtt mutatkozhatnak be. A Borkút Néptánc Együttes a megalakulásakor kitűzött úton haladva végzi hagyományőrző tevékenységét. Az elmúlt években nem egyszer változott az együttes összetétele, de szellemisége megmaradt. A sok nehézség ellenére büszkék arra, hogy az együttes 24 fővel gyakorol, táncol és fellépésekre jár. A színpadi előadásaikban több generáció együtt látható, szülők gyerekeikkel is szívesen táncolnak. A környék kulturális rendezvényeinek állandó résztvevői és több ízben kaptak felkérést a Somogy vármegyei néptánc antrológiára, ahol a Somogy megye legjobb néptánc csoportjaival együtt léptek színpadra. A most először színpadra kerülő koreográfiát a történelmi Magyarország területén látható szilágyságból válogatta össze Bössze Zoltán művészeti vezető. Az egyesület munkáját Vári Katalin egyesület elnök irányítja. Úgy bízzál, szerető gondos
műsorunkat a lengyel Tótiból érkezett Ördöngös táncegyüttes produkciójával, kalotaszegi táncokkal folytatjuk. Kalotaszeg tájegysége Kolozsvártól nyugatra terül el, Nyugat-Románia kevés több magyar területeinek egyike, a régi erdélyi magyar népi hagyományok őrzője. Az együttes 1991-ben alakult, azóta töretlenül azon munkálkodik, hogy a gyerekek és ifjak számára testközelbe hozza a népi kultúránkat, megtanítsa, hogy a tánc közben nincsenek rossz gondolatok, csak mosoly, ritmus, boldogság. Az Ördöngös nevet is azért választották, mert az együttes tagjai mindig vidám és csintalan gyerekek, akár a kis ördögök. Több mint 30 éve vannak jelen Somogy megye kulturális életében. Az együttes és az alapítvány tevékenységét Somogy megye közgyűlése 2011-ben Somogy polgáraiért díjjal ismerte el. 30 éves fennállásukat a tavalyi évben nagyszabású gálaműsorral ünnepelték meg. Az alapítvány és az együttes menedzsere Miklianné Kolarics Tünde, művészeti vezetője, koreográfusa Miklián Richard, aki a kalotaszegi táncoknak is alkotója. Thank you.
Thank you.
Ismételten az Ümmögő táncegyüttes lép a színpadra, ezúttal moldvai táncokból adnak elő egy sokorral. A táncokat tanította Török Ádám és az együttes tagja Princes Dorina. A zenei felvételt a török testvérek és barátai készítették. Mama mi, mama mi, eljött az idő, mama, meg kell valljunk egymástól, mama mi. Megbocsáss, mamika, ma még sokszor lát, megbántottalak, mama mi. Még sokszor megszittalak, mama, eljött az idő, mama mi, el kell menj az idegenyek közé, mama. Mama mi, fogaj szót mindenkinek, mama mi. Fogaj szót, hogy tudj élni, mama. Ne kacagjon a világ, mamika. Mamának jól jankaja, mamának szófogadó jankaja. Mamának szép nyíra szája, mama mi. Isten fizesse meg, mama mi, mert sokszor kivetted a dolgot a kezemből, mama mi. Mama mi, ne felejts el minket is, s még vaj egyszer gyere, lézánk is, mama mi. Woo!
Néptánc találkozónk következő vendége a Balaton fővárosából, Siófokról érkezett. Az idén 60 éves. Balaton táncegyüttes tagjai olyan fiatalok, akik szabadidejüket a Kárpát-medence néptánc kultúrájának megismerésére, továbbadására, közvetítésére áldozzák. A táncegyüttesnek mindig meghatározó szerepe volt a Balaton déli partján, a néptánc hagyományok megőrzésében. Ezt mutatja az is, hogy a Siófok városában működő művészeti iskola tanulóinak egyik célja a felnőtt csoporthoz való tartozás. Hiszen a néptánc egy életforma, barátság, utazás, szórakozás, szórakoztatás. A tánc az érzelmek kifejezésének egy magasabb rendű formája, mely az egész jellemet formálja, és emberibb emberré tesz. Ezek a gondolatok tartják össze az együttes tagjait, és a gondolatok tükrében tevékenykednek. Neves és tehetséges koreográfusok közvetítésével színvonalasan állítják színpadra az autentikus néptánc hagyományokat. Az együttes fenntartója, működtetője a Városi Néptánc Egyesület, melynek elnöke Tamás Lóránt. Művészeti vezetők Fodor Janka és Suti Péter. Első táncukat Somogyországból hozták el nekünk, Táncok Zselicből címmel. Koreográfusok Zóka Éva és Horváth Tibor. Thank you.
A folytatásban a kisalföldi Szany nagyközségből érkezett Bokréta néptánc együttest láthatjuk. Megalakulását 1931-től számítják, attól a dátumtól, amikor a Kokas Kálmán kántor tanító által alapított Dalárdával együtt először jelent meg a budapesti Szent István napokon. A Magyar Filmiroda Hungária című filmjében a híres Szanyi búcsúval is szerepeltek. 1964 őszén Töreki Imrét kérték fel a Szanyi Bokréta vezetésére, melyet 2017-ig, 53 évig sikeresen vezetett. Egyre több rendezvényre hívták az együttest, megnyíltak előttük a rangos hazai és külföldi fesztiválok. A megyei és országos amatőr néptánc együttesek élvonalába emelkedtek. Egyre több táncos tért vissza az első generációkból, és segítették a táncanyag bővítését. Az idő múlásával a Szanyi Bokréta bővült és összekovácsolódott. Rengeteg házasság és barátság fonódott. 2017-től az együttes vezetője Kontrenczné Németh Nikoletta hitvallása a múltból fakadó tudás tovább örökítése. Mai műsorukban Szanyi táncaikat kötötték csokorba a tisztelt közönség számára. Előadásuk címe Örömtánc, koreográfusa Töreki Imre. Thank you.
Thank you.
adjon az Úristen aranypaszomántos, ezüstgombos, részsarkantyús, valóságos jó napot! Végszórakozó népnek vidám mulatságot, örömet, jókedvet, nyájas barátságot! Na de üzze el tőlünk a szomorúságot, és sokasítsa bőven borunkat, búzánkat! Na de beszédemben hosszas nem akarok lenni, mert a szanyi hagyományos táncokat fogjuk itten most bemutatni. Na de elég volt a rigmus, hadd szóljon a vigdus! Ne azt nézzék, milyen a dolmányom, jól megnézzék, hogyan jár a lábam! Dus!